Szülői közösség kezdeményezésére műkorcsolyázni tanulhatnak a gyermekek, és hamarosan indul a korisuli program is a kisiskolásoknak. Nagyjából helyreállt a rend a Sláger Centerben, ma már vásárlók is voltak az üzletben, az árufeltöltés pedig folyamatos. Ádám Gyula fotóművésznek az elmúlt években a Székelyföld kulturális folyóirat mellékleteként megjelent képeslapjaiból nyílt kiállítás. Köszöntöm nézőinket, híreink következnek, jó estét kívánok! A Gyergyószentmiklósi műjégpályán a jégkorongozás mellett más programok is lesznek, melyek révén a helyi és környékbeli gyermekek megbarátkozhatnak a jéggel. Szülői közösség kezdeményezésére már elkezdődött a műkorcsolya oktatás, és hamarosan indul a korisuli program is, melynek keretében előkészítős, első és második osztályos diákok az iskolai tanítás keretében járnak majd korcsolyázni. Fontos, hogy a gyermekek mozogjanak, megismerkedjenek, kipróbáljanak minél több sportágat. Gyergyószentmiklóson több korosztályban tanulnak jégkorongozni, de ezen túl még többen kihasználják a helyi műjégpályát. Várhatóan novembertől indul ugyanis a korisuli program, amelynek keretében, megszabott órarend szerint, hetente egyszer korcsolyázni járnak majd az előkészítős, első és második osztályos diákok. Más települések mintájából is ihletődve egy olyan városi szintű programot indítunk útjára, amelynek az elnevezése korisuli lesz, és ennek keretén belül minden iskola szabad jégfelületet fog rendelkezésre kapni a VSK-tól, annak érdekében, hogy az iskolánban tanuló nagycsoport, első és másodosztályos gyerekek részt vehessenek a szabad foglalkozáson, de mégis szabad, de szakember által koordinált foglalkozáson. Tesszük ezt annak érdekében, hogy minél inkább a gyerekekkel megszeretessük a jeget, a szabad mozgást. Ez nem sportszerű tevékenységek végzéséről fog szólni, hanem egyszerűen megszeretetni a jeget és a jégen való tevékenységet a gyerekekkel. Ez a tevékenység nem sokára ősz folyamán fog útjára indulni. A gyerekeknek nem lesz kötelező, tehát sőt nem fog fizetéses tevékenység lenni, önkormányzatunk a helyi költségvetésből fogja biztosítani pénzügyi fedezetet erre a tevékenységre, és nem csak a ingyenes jég használatra, hanem szakembereket is alkalmazunk annak érdekében, hogy a gyerekekkel való foglalkoztatás szakember szintű legyen, és minél jobb eredményeket tudjunk majd elérni. Szülők részéről felmerült az az igény, hogy nem csak a jégkorongozást szeretnék megismertetni a gyermekekkel, hanem a műkorcsolyázást is elsajátíthatnák. A kezdeményezést már is gyakorlatba ültették, hiszen csíkszeredai oktatóval elkezdődtek az órák. A jégkorong mellett és a jégen való korcsolyázás szabad tevékenység mellett egy olyan igény is megfogalmazott a gyergyószentmiklósi közösség részéről, és nem csak gyergyószentmiklós, hanem gyergyőmedencei szülői közösség részéről, amelyben műkorcsolyázást is szeretnének, hogy lehetőség legyen arra, hogy elindítsuk a városban. Éppen ezért a korábbi egyeztetések és a később várható testületi döntés fényében elmondhatom, hogy egy újabb tevékenységgel ismerkedhetnek meg a gyergyóiak, amely a műkorcsolyázást jelenti. Első fázisban abban segítünk, hogy kedvezményes bér lehetőség legyen a jéghasználatot illetően, majd amennyiben a szezon végén azt látjuk, hogy a közösségen belül nagy az elfogadottság, illetve az igény ennek a tevékenységnek a folytatására, akkor azt tervezzük, hogy a VSK saját tevékenységébe bevonva, saját tevékenységén működtetnénk egy ilyen foglalkozást, és az azt jelenteni akár a későbbiekben, hogy jéghasználatért nem kellene már a kedvezményes 80 lej per órát sem kifizetni, hanem akkor saját tevékenységként minimális belépővel tudnánk ezt működtetni. Az első edzésen már 30 gyerek vett részt, nem csak helyiek, hanem érkeztek Remetéről, Újfaluból és Alfaluból is, a műkorcsolyázás iránt érdeklődők. A korosztály is nagyon széles, a legkisebb 4 éves, a legnagyobb pedig már 14 éves. Tudtuk meg Bodó Anna Máriától, az oktatás egyik fő kezdeményezőjétől, aki szívesen válaszol a szülők kérdéseire, akik szeretnék, ha a gyermekük is műkorcsolyázni tanulna. A heti két edzést Kenéz Aletta Zsejke, csíkszeredai többszörös országos bajnok műkorcsolyázó tartja. Egyelőre az órák programja még változó, de remélhetőleg hamarosan kialakul egy órarend. A Szociáldemokrata Párt elnöke szerint bölcs döntés volt visszautalni a szakbizottsághoz az RMDS törvénytervezetét, amely a romániai magyar közösség hivatalos ünnepévé nyilvánítaná március 15-ét.
Liviu Dragnea azt mondta, a PSD a jelenlegi formában nem támogatja a kezdeményezést. Mint ismert, a tervezet a szenátus hétfői ülésének napirendjén szerepelt. Az RMDS javaslatára azonban nem szavaztak róla, hanem visszautalták a szakbizottságokhoz, miután világossá vált, hogy a plénum el fogja utasítani. Cseke Attila frakcióvezető azért kérte a jogszabály szakbizottsági vitájára még 2-3 hetes haladékot, hogy legyen alkalma meggyőzni a kormánypártokat, semmi olyat nem kérnek, ami a román többséget sírteni. Úgy látjuk, hogy további párbeszédre van szükség a témában, a román többséggel, ezért egyetértünk azzal, hogy törvénytervezetünk kerüljön vissza a szakbizottságokba, ezáltal plusz időt és újabb párbeszéd lehetőséget biztosítunk a szenátusnak a viták lefolytatására, amennyiben erre igény mutatkozik, mondta Cseke Attila. Csökkent a Dacia gyár termelése az elmúlt 9 hónapban Romániában. Eddig összesen 231.558 gépjárművet szereltek össze a Miovenyi üzemben. A vállalat közlése szerint az üzemben a Dacia Duster modellből gyártottak a legtöbbet, 143.487-et, második helyen a Sandero áll, 32.988 járművel. Az első három negyed évben a tavainál 3,15%-kal kevesebb, 231.558 járművet gyártott a francia Renault tulajdonában levő Dacia, a legnagyobb romániai gépkocsi gyártó. A vállalat hétfői közlése szerint a Mioveni üzemben a Dacia Duster modellből gyártottak a legtöbbet, 143.487-et, második helyen a Sandero áll 32.988 járművel. A Dacia tavaly az első három negyed évben 239.111 járművet szerelt össze, 7.552-vel többet, mint idén. A 2016-os évben 320.457 járművet állítottak elő, tavaly egész évben 7,2%-kal 359.306 autóra csökkent a járműgyártás Romániában. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programnak a Fejlesztési Minisztérium keretében működő menedzsment hatósága 169 pályázatot fogadott el összesen 477 millió euró értékben a Startup Románia program keretében, közölte az intézmény. A Startup Románia programra szánt keretet növelték, hogy az elfogadott pályázatoknak hozzáférésük lehessen az Európai Uniós alapokhoz, tájékoztat a Fejlesztési Minisztérium. A 169 pályázat révén 5070 kis és középvállalkozás, legalább 10.400 új munkahely jön létre, és több mint 50.000 személy lesz a támogatások haszon élvezője. A kiválasztott pályázatok listája megtalálható a www.fondurj-ue.ro honlapon. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program előírásainak megfelelően olyan projekteket támogatnak ezekből az összegekből, amelyek bátorítják a vállalkozást és az önerőből történő megélést, nem mezőgazdasági jellegű cégek létrehozását városi környezetben. Újra várja vásárlóit a Gyergyószentmiklósi Slágercenter. A bevásárló központ vezetősége mindent megtett azért, hogy mihamarabb helyreálljon a rend. A vállalkozás munkatársainak és az önkénteseknek köszönhetően ma már minden tiszta, részben pedig friss áru várja a betérőket. Mint ismeretes, október 13-án pénteken a tűzvédelmi rendszer meghibásodása miatt indultak be a poroltókészülékek a Gyergyószentmiklósi Slágercenterben. A rendszer beszerelése akkor még folyamatban volt, nem tűzütött ki és nem is robbanás történt, hanem a riasztó és a tűzvédelmi rendszer közötti összekötés idején történt a meghibásodás, ami miatt a mennyezeti tartályok kiürültek, belepve fehér porral az üzletet. A készüléket beszerelő vállalkozás még vizsgálja a meghibásodás körülményeit, azt, hogy mi történhetett. Az üzletben lévőket kimenekítették, senki nem sérült meg, gyors ellátásra néhány embernek volt csupán szüksége. A tűzvédelmi rendszerben lévő pornak semmilyen egészségre káros hatása nincs, egyetlen feladata, hogy a tüzet, ha van, elfojtsa. A bevásárló központ vezetősége az elmúlt időszakban azon munkálkodott, hogy a történtek ellenére mihamarabb helyére álljon a rend. A cég munkatársai, valamint önkéntesek is az ügy mellé álltak, naponta legalább 100 ember dolgozott a por eltakarításán, nem csak az élelmiszer részlegen, hanem az áruház többi üzletében is.
Minden árut szigorúan leellenőriztek, nagyon sokat le is cseréltek, folyamatos az árufeltöltés és a kárbecslés is hamarosan megtörténik. Aki betér az üzletbe, azt láthatja, hogy majdnem minden a helyére került, újra a rendezett környezet fogadja a vásárlókat. A cég vezetősége hálás minden segítségnyújtásért, a vásárlók türelméért. A város első és helyi tulajdonban lévő bevásárló központja egyébként a kezdetektől fogva igyekezett a vásárlók és a helyi igényekhez alkalmazkodva működni. Az élelmiszerek mellett műszaki és ruházati cikkek, lakberendezési kellékek, játékok és egyéb más alaptermék található az üzletházban, de létezik a központban gyerekek, fiatalok számára is kikapcsolódási lehetőség. A termelők és szolgáltatók kiválasztásánál fontos szerepet játszik, hogy gyergyói vagy környékbeli cégeknek adjanak helyet, és ne csak a nagy vállalkozásokat, hanem a helyi kis cégeket segítsék. 4 éves születésnapját ünnepelte tegnap a Fészek, a Gyergyói Édesanyák Egyesülete, melynek elnöke Lukács Imola magánéletbeli, más jellegű elfoglaltságok miatt úgy döntött, hogy lemond. Az egyesület tagjai helyére Barabás Orsolyát, az egyik alapítót javasolták, aki igyekszik folytatni elődje szívvel-lélekkel végzett munkáját. A Fészeknek jelenleg 28 tagja van, idén újabb 4 édesanya csatlakozott hozzájuk, és folyamatosan bővül a gyergyódítói csoportjuk is. Ebben az évben a tervek szerint több rendezvényhez csatlakoznak, a koraszülöttek napja, a Szent Miklós napok és az Együtt egymásért akció keretében is feladatot vállalnak, illetve már hagyományosan a gyermekeikkel közösen megünneplik Márton napját. A 8. Székelyföld napok részeként október 18-án 11 órától Ádám Gyula fotóművésznek az elmúlt években a Székelyföld kulturális folyóirat mellékleteként megjelent képeslapjaiból nyílt kiállítás a Megyeháza galériában, valamint átadták a 20 éves születésnapját ünneplő Székelyföld kulturális folyóirat idei díjait. A Székelyföld képeslapokon című kiállítást Lövitei Lázár László, a Hargita megye tanácsa alintézményeként működő Hargita kiadóhivatal vezetője nyitotta meg, méltatva a csíkkarcfalvi születésű fotóművész munkásságát is. Úgy gondolom, hogy az eredeti célkitűzést a 20 év alatt sikerült követnünk. Ugye azzal a céllal indult 1997-ben a Székelyföld folyóirat, hogy végre valahára valaki kezdjen foglalkozni a székelység múltjával, jelenével, vagy akár jövőjével. Az alapítók úgy gondolták, hogy noha kutatható szabadon a székelység története, az épp létező erdélyi magyar kulturális vagy irodalmi folyóiratok nem szentelnek elő figyelmet ennek a témának. Nos, mi 20 év alatt mindig kiemelten figyeltünk ezekre a kérdésekre, főleg a társadalomtudományi rovatokba, de itt, ahogy elhangzott, ez nem jelent valamiféle köldöknézés, ez nem csak egy regionális folyóirat, hanem Kárpát-medence szerte olvassák, és az egész Kárpát-medencéből vannak szerzőink, nem feltétlenül csak költők, írók, hanem kutatók is. Ádám Gyula, a Hargita megyei kulturális központ fotóvideó referense, a kortárs fotóművészet egyik legjelentősebb alakja. Munkásságát 2000-ben a Csíkszeredaváros Próurbe díjával, 2008-ban a Magyar Művészeti díjjal jutalmazták. Október 18-án ennek a rendezvénynek a folytatásaként a Megyeháza márványtermében átadták a 20 éves születésnapját ünneplő Székelyföld kulturális folyóirat idei díjait. Elsőként Lövitei Lázár László, a Havilap főszerkesztője köszöntötte a díjazottakat. Beszédében köszönetét fejezte ki a fenntartó Hargita megye tanácsának az általa nyújtott támogatásért, majd tolmácsolta Szent Mártoni János, a Magyar Írószövetség elnökének üdvözlő sorait. Lukács Bence Ákos konzul rendkívül hiánypótlónak nevezte a Székelyföld folyóiratot, amely nem csak a székelyföldi embereknek fontos, hisz a magyarországi előfizetők listája is legalább olyan hosszú, mint az erdélyek névsora. Borbély Csaba Hargita megye tanácsának elnöke elismerően szólt a Székelyföld 2 évtizedes munkásságáról. Azt gondolom, hogy Kárpát-medence talán egyik legszínvonalasabb, ha nem az irodalmi lapjáról és társadalmi lapjáról beszélgetünk, amely mindig is a Hargita megye tanácsa részéről megkapta, és igyekeztünk, hogy kapja meg azt a keretet és a lehetőséget, hogy a szellemi alkotásoknak úgymond gyűjtőpontja maradjon és legyen.
hisz Székelyföldet nem csak fizikailag kell építeni, hanem szellemileg is, és azt gondolom, hogy az írók, a költők, azok a kutatók, akik ott publikálnak, ezt teszik az írásaikkal, építik Székelyföldet, és az újabb és az újabb nemzedékek számára megismertetik, megszerettetik a szülőföldet, és ezért is fontosnak tartjuk, hogy ez a lap holnapról holnapra megjelenjen, és én bízom benne, hogy még lesz majd 30, 40, 50, 60 éves évforduló is, mert ennek a lapnak helye van Székelyföldön. Az idei díjazottak Péntek János nyelvész, egyetemi tanár, Mihály János történész, Temesi Ferenc író és Gotár Tamás költő. Mindenképpen örömet jelent, hogy az ember egy ilyen díjazás, egy ilyen elismerés megerősíti abban, amit végez, nem csak a szakmában, hanem a szakmán kívül, és ez eléggé közismert, hogy az én tevékenységem, mindennapi munkám az túl van, túlmutat a szakmán. És hát a másik, hogy egy irodalmi folyóirat tüntet ki egy nyelvész professzort, ez nem egy olyan megszokott dolog, hogy egyébként inkább ennek az ellenkezője szokott lenni, hogy ezekben a költőkben, akik ott voltak az egyetemen annak idején, akiket én taníthattam, hogy a nyelvészetről lehet nekik rossz emlékük. De hát ezek szerint egyébként sejtettem, hogy így van, kölcsönösen nincsenek rossz emlékeink egymásról, de ők ezt elmondták. Én is emlékszem rájuk, most ebben a díjban ez ki is fejeződik, és hát ezen kívül ugye a Székelyföldnek én előfizetője, olvasója vagyok, és néha-néha szerzője is. Hát benne volt itt a laudációban is az, hogy ezt is értékelik, és hát a díj ennek is tulajdonítható. Elsőként Mirk Szidónia laudálta Péntek János nyelvészt, majd Molnár Vilmos méltatta Mihály János történész munkásságát. A Székelyföld díj mellett a hagyományokhoz hűen további két díjat adtak át, a Székely Bicskarend díjat Temesi Ferenc író kapta, akit György Attila laudált, míg a Szabó Gyula díjat Gotár Tamás költő érdemelte ki, akit Fekete Vince méltatott. A díjakat Borbóly Csaba Hargita megye tanácsának elnöke adta át. Homorodalmás önkormányzata részéről Sándor Krisztina helyi tanácsos köszöntötte a pályakezdő Gotár Tamás költőt, átadva homorodalmás felajánlását számára. A 12. Nemzetiségi Színházi Kollokvium pénteken 14 órától a Marosvásárhelyi Ariel ifjúsági és gyermekszínház előadásával folytatódik. A darabot csak 16 éven felüli nézőknek ajánlják. 19 órától mutatja be a Sepsiszentgyörgyi Tamás Járon Színház Bocsárdi László rendezésében Molnár Ferenc Lilium című művét. Este 10 órakor kezdődik a Sepsiszentgyörgyi Tesztoszteron zenei alakulat koncertje, melyet a stúdióteremben rendeznek. Az Új Kelet legfrissebb kiadásában is megtalálnak mindent, ami ezzel az időszakkal kapcsolatos tudnivaló. Emellett helyet kapott a Friss heti lapban két olvasmány is, a Jakab Antal díjas egyházközségről és a kolozsvári szoboravatásról, amelyen nagy püspökeinknek állítottak emléket, lapszemlénk következik. A kisnyugdíjasokat érintő változásokat ígérnek a következő évekre, miközben az Európai Unió statisztikai hivatala szerint a romániai lakosság 39%-a szegénynek minősíthető, derül ki az Új Kelet címoldaláról, ahol arról is írnak, hogy sok termék jelentősen megdrágult idén, és csupán néhány lett olcsóbb. Vásári forgatag volt a Gyergyói Édesanyák Egyesülete által szervezett bababőrzén, ahol a rászorulóknak is gyűjtöttek. Hargita megyében 26 ezer gazda kap mezőgazdasági támogatást, az előlegeket már elkezdték utalni. György Istvánt nevezték ki a Vitalissima Kft. Ideiglenes vezetőjének, ezért hamarosan új alpolgármestere lesz Gyergyó Szent Miklósnak. Maradandó új lenyomata van a figurának és kollokviumnak, a fesztivál megnyitójáról szóló beszámolót is elolvashatják az Új Kelet legfrissebb kiadásában. A Hölgyválasz oldalon a cickafark előnyeire világítanak rá, és elárulják, hogyan lehet szilikon formában finom süteményeket sütni. A sportkedvelők az első osztályú felnőtt jégkorong bajnokságról és a 2018-as labdarúgó világbajnokságról olvashatnak. A felsoroltak mellett is találnak még bőven olvasnivalót mindazok, akik továbbra is az Új Keletet választják. A színes heti lapban ezúttal is számos apró hirdetés, részletes televíziós műsormelléklet, időjárás előrejelzés, horoszkóp, viccek vannak. Keresse és olvassa ön is az Új Keletet.
Ezek voltak híreink, köszönöm munkatársaim nevében is figyelmüket, legyen szép estéjük, a viszontlátásra!